Szeretettel köszöntünk minden kedves nézőnket és lájkolónkat itt az országos úszó bajnokságon. Itt vagyunk a debreceni sportuszodában, és egészen elképesztő a hangulat, a nézők, a kísérők, a sajtónak a munkatársai, az edzők, az úszók, a versenyzők, még az egészen bájos és elképesztően lenyűgöző önkéntesek is, akik Debrecen városában érkeztek, hogy segítsék a sportolókat és a szervezőiket a munkáikkal, olyan lelkesedéssel és üdemosolyjal járnak, kelnek itt az uszodában, hogy tényleg öröm rájuk nézni, és öröm csatlakozni hozzájuk ezen a szép napon. Arról fog szólni itt a Facebookos közvetítésünk, hogy mutassunk kulisszatitkokat, hiszen az egész bajnokságot nyomon tudjátok követni a legkülönbözőbb média felületeken, különböző tévés közvetítéseken, de igyekszünk nektek olyan képeket, olyan jeleneteket, olyan szögeket mutatni, és olyan helyszíneket mutatni, amit sehol máshol nem kaphattok meg. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy itt az országos bajnokságon, ami természetesen a nyáron megrendezésre kerülő 2017-es finálnak egyfajta előrendezvénye, felvezetése, hiszen itt derül ki, hogy kik azok a magyar úszók, akik ott a világbajnokságon képviselhetnek majd minket, akkor tartsatok velünk, osszátok meg a videót, és nézzük, mit ígér a bajnokságnak az első napja itt Debrecenben. Sziasztok! Azért egy kicsit jobban szerettem volna úszni, de ezt betudom annak, hogy azért tényleg nem teljesen készültünk rá erre a versenyre. Tényleg abszolút a nyíltvízi válogatóra készülünk, ami ugye június 1-től kezdődik és 4-ig tart, ahol mind a három számba kvalifikál két ember a világbajnokságra, mind 5 kilométeren, mind 10, illetve 25-en is. Hát azt hiszem, mindenképp jól állunk. Főleg úgy, hogy évelejétől azt kezdtük át csinálni, hogy nyílt víz a fő, és most így medencében is ugye sikerült a legjobban matoztam, hogy két év után voltam 800-on, úgyhogy ez mindenképp jó jár a nyílt vízre. Úgyhogy szerintem mindenképp jól állunk, úgyhogy remélem, hogy így megyünk tovább, és akkor minden jó lesz. Szóval milyen érzés itt az országos bajnokságon dolgozni, látni ezt a rengeteg elképesztő teljesítmény, sportolót, a lelkes nézőket? Hogy érzed itt magad? Én nagyon jól érzem itt magam. Úgy érzem, hogy egy kicsit így visszakapom a régi önmagamat, mert én is atlétizáltam, úgyhogy nagyon jó így a sportolókat látni, örülök így a sikereknek, nagyon jó nagy neveket látni, Katinkát, Bogit, és örülök, hogy a Finet képviselhetem itt ezen a rendezvényen. Van, akinek kifejezetten szurkolsz, aki a szíved csücske, akiért rajongasz? Én ugye Katinkát nagyon kedvelem, de most már egy pár évvel Bogit is nagyon követem, és Gyurta, Danit is ezen kívül még, tehát őket feltétlenül. Aki nagy kockának a támvállalókból azt mondjuk, meg még egy országos bajnoki címét. Mondtam a Boginak, hogy úgy készülünk erre, mint egy EB lenne. Tavaly egy Európa-bajnokság volt. Azt szerettem volna, hogy a tavalyi magyar bajnokságnál mindenképpen jobb időt ússzunk, ezt már Marseille-be sikerült elérnünk, úgyhogy arra gondoltam, hogy közelítsünk a tavalyi EB idő felé. Tehát én igazából szerettem volna 16 percen belül csusszani, de azt gondolom, hogy nagyobb verseny kellett volna. Tehát amíg nagy verseny volt, ugye 600 méterig, addig az EB idején belül volt, aztán amikor egyedül úszott, onnan már az egy kicsit távolodott tőle. De összességében jónak ítélem. Szóval a folytatásban a kosaras lányokkal foglalkozunk, akiknek nagyon meghatározó szerepük van ma itt az országos bajnokságon. Sziasztok, lányok! Hello! Meséljetek egy kicsit, mi történik itt egészen pontosan? Azt látjuk, hogy itt van nálatok a szennyes kosár, de hogy ennek pontosan mi a szerepe, tök jól nem mesélnétek. Hát el kell vinnünk a kosarakat, aztán felvenni a többit és visszahozni. Mi kerül a kosárba? A szennyes. A szennyes? Tényleg? Akkor jól ráéreztem. És hogy bírjátok ezt az elképesztő felelősséget, ami ezzel jár? Hát nélkülünk nem létezne ez a verseny igazából. És milyen itt a kulisszaérzés? Ez itt egy nagy csapat? Be tudjátok mutatni? Tudom, úgy ismeritek egymást, szoktatok együtt eljárni, flashelni, meg minden? Hát
ők egyetemisták, mi meg gimnazisták vagyunk, úgyhogy így annyira nem. És egyébként a ti esetetekben lehet szurkolásról beszélni? Vagy alapvetően full zombiba, itt most csak letoljátok a kosarakkal, aztán mentek haza? Hát igazából nem túl sokat látunk a versenyből, szóval... Így... De ha látnátok, itt vagytok szívvel, lélekkel? Van kedvencetek? Van, akinek szurkoltok? Hát mindenkinek. Hát mondom őszintén, kicsit féltem, hiszen mi 33-as medencében tudunk csak felkészülni, míg a arénában is csak vendégként jártunk, akkor is csak egy nappal ezelőtt. Úgyhogy egy kicsit aggódtam, és mindig az első napi versenyszámok nehezen indulnak, de nagyon-nagyon profi módon építette föl a versenyszámát, illetve a taktikát is betartotta tisztességesen, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tett. Milyen volt ez az 1500? Mi volt a taktika? Megvan a A-szint, tehát gondolom az első nagy öröm megvolt. Mit mondott neki a futam előtt? Hát én azt mondtam neki, hogy senki mással ne foglalkozzon, se Bogival, se Hosszú Katinkával, hiszen két olyan világsztárról van szó, ami még nem az ő színvonala. Természetesen majd egyszer remélhetőleg utoléri őket, hanem csak önmagával törődjön, bízom magába, és hát felépítettünk 3 darab 500-at, és halálpontosan teljesítette. Volt egy pici megingás benne, de gyakorlatilag, hát ha megnézzük az idei ranglistát, tudjuk, hogy milyen eredmények voltak, ahhoz képest ezt abszolválta, tehát megtette azt, amit kellett, és most már saját alanyi jogon vált védetté, senkitől nem függ, tehát ő úgy ment a világbajnokságra, hogy ezt ő maga kiharcolta, és nem akármilyen ellenfelek mellett vagy szemben. A 4-es pályán szó, Gyurta Dániel, 2-0-9-72, a második Horváth Dávid, a harmadik pedig Kutasi Máté. Mindenképpen az, hogy Rio óta ez volt az első versenyem, ez volt az első döntőm, és mindenképpen az, hogy 2-10 alatt tudtam úszni, mindenképpen jónak értékelem, annak ellenére, hogy az utolsó 50 méterrel sem én, sem az edző nem voltunk megelégedve, viszont 150 méterig azt gondolom, hogy mind az idő, mind a technika időszaknak megfelelő volt, úgyhogy ez az elkövetkező 3 hónap, ami a világbajnokságig még hátra van, ez mindenféleképpen arra lesz elegendő, hogy azt a 200 métert iramban, technikában, mozgásban, fordulókban úgy össze tudjuk rakni, hogy az mindenképpen egy olyan időre tudjon kijönni, ami a világ színvonalával, a világ élvonalával fel tudjuk majd menni a versenyt. Mi lehet ez az idő eredmény? Hát ahogy jelenleg a világrangistát és a jelenlegi formákat nézzük, illetve azt, hogy milyen mértékben és milyen tendenciában javul a 200 méteres mellúszás az elmúlt 5-6-7 évben, de lehet azt mondani, az elmúlt 10 évben is, mindenképpen a 06-tal kezdődő időeredmény lesz az ami azt gondolom, hogy az aranyérem miért való harc lesz. Tehát várhatjuk azt, hogy az aranyért fogsz úszni? Ez már attól függ, hogy mi lesz az a időeredmény, amit meg fog tudni csinálni. Ez, amit most úsztam, ez semmiképpen nem lesz elég arra, hogy az aranyéremért fogja tudni küzdeni. De hát ez a 3 hónap, ami még hátra van, hogy tényleg a csúcsformára való hegyezés, formábahozást meg tudjuk még csinálni, illetve azt a fajta munkát, azokat a fajta gyorsító edzéseket, ami még hátra van. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen jó iránymutató. Ráadásul március-áprilisban még soha korábban nem tudtam 2-10 alatt jönni országos bajnokságon vagy felkészülési versenyen, úgyhogy mindenképpen nagyon biztatónak értékelem ezt az időt. A folytatásban azt látjuk, hogy hajlandó nekünk interjút adni az egyik díjátadó. Segíts, minek hívják pontosan azt, amit te csinálsz? Hát én ilyen érmeket segítek átadni, vagy esetleg a díjátadókat felvezetni, vagy esetleg a díjazottakat még. Nagyon szép, szerintem adjunk a lájkolóinknak egy olyan példát, hogy mutasd meg, hogy hogyan is néz ki pontosan ez a szett. Kérlek, forogj körbe, hogyha ez belefér. Aha, tehát hogy alapvetően egy tradicionális outfitről van szó. Te debreceni vagy egyébként? Igen, én debreceni vagyok. Ez a Mazsorett klubnak, az egyik Mazsorett klubnak a ruhája. Én nem tartozom közéjük, de
de itt örülök, hogy én is részt vehetek. Biztosan egy kicsit a fiúkat, nagy szervez a 200 méteres házadás döntője. És a 5-ös pályán úszó Bernek Péter volt az, aki a legjobb. Igazából nagyon örülök főleg az időnek, hiszen tényleg egy másodperccel jobb, mint múlt héten, és még úgy érzem, hogy ebben nagyon sok van, szóval még az országos csúcsom is veszélybe lehet majd a világbajnokságon. Persze a közönség is segíteni fog, remélhetőleg nagyon sokan lesznek. Úgyhogy viszonylag pihentettem ugye ezt 2 évig, és még mindig igazán nem tudom, hogy kell leúszni, hiszen most mondta a vietnám edzőpartnerem, hogy nem vagyok normális, hogy ilyen lassan kezdtem, és jobb volt a második fele, de alakul. A folytatásban megnézzük, hogy milyen quiz játékkal készültek a szervezők. A FINA 2017 quiz interaktív műsor játékgép előtt állunk. Az első és legfontosabb, hogy el kell döntenünk, azt hiszem, hogy 15 év alattiak, vagy felettiek vagyunk, ugye? Hogy egy kicsit így a kategóriát ugye besoroljuk, hogy nehezebb kérdéseket kapsz, vagy esetleg ugye könnyebbeket, úgyhogy ez fontos megtenni ezt a lépést. Akkor alapvetően szerintem ne a fizikai megjelenésünkből, hanem a lelki világunkból induljunk ki, úgyhogy nézzük meg, hogy a 15 év alatti kategóriában milyen kérdéseket ígér a játék. Az első kérdés, hogy hányadik FINA világbajnokságot rendezik meg 2017-ben? Alapvetően nem szokták tudni az emberek, tehát itt azért segíteni kell nekik, de a helyes válasz abszolút a 17. Mert ugye ez lesz a 17. alkalom, amikor ennek neki megyünk. És az első természetesen, hogy Magyarországot érje meg tiszteltetés, hogy hostként üzemeljen. A második kérdés, mi a FINA világbajnokság kabalája? És nagyon tetszik, hogy mesélsz az eddigi tapasztalatokról. Ezt a trendet tartsuk meg, tehát milyen benyomások értek eddig? A Liliumot általában a gyermekek szokták tudni, tehát ők azok, akik így figyelemmel kísérik, de azért nagyon nagy segítség nekik, hogy itt fent pedig láthatják őket. Mindig megkérdezem, hogy esetleg mit látnak, de általában ezt eltalálják, hogy a Lilium. A döntőnyeg! A döntőnyeg a hetes pályán, Petelesi Tamás! 1.54-es idővel, már Székelyen Irán Kristóf érkezik. Én nagyon örülök neki, ez volt a 3 győzelem közül a legjobb szerintem. Nagyon elfáradtam, ez is volt a cél, hogy kiússzam magam, ezért bennem a top 3-ba, hogy így elfáradok. Olimpián is hasonló fáradtságot éreztem. Az időeredményhez mit szólsz? Az edző mit szól hozzá, és hol van még ennek a vége a világbajnokságig? Elégedettek vagyunk, a körülményekhez képest nagyon jól úsztam. Amennyit terveztem, azt sikerült megúsztam, egy 54-jel kezdő időre gondoltam. Ebben nem voltam biztos, hogy nyerek, de mindenképpen presztízs kérdés miatt a győzelem volt a cél, és az megvan, úgyhogy nagyon örülök. Mit vársz saját magadtól a világbajnokságon? Hát nyerni szeretnék. Ezt most annyira nem titkolom, mert tényleg ez a célom, hazai közönség előtt nyerni. Az nagyon jó dolog elvileg, mert még nem voltam sajnos így, hogy hazai versenyen, de már nagyon várom. Sokan megnézték a bőrödet, a hátadat, megmutatnád nekünk is, és elmondanád, hogy mik ezek rajtad? Megmutatom. Ezt köpölyözésnek hívják, és a bőr alatti izmokat megemeli, és így ellazítja egy kicsit az izmokat, és így egy kicsit lazább vagyok. Ez a példakép után szabadon? Nem. Már korábban is használtam, csak akkor nem látszott így versenyen. Felkészülés közben használtam eddig, mostanában és februártól, januártól megpróbáltam azt is, hogy verseny előtt. A mostani 200 pille, szerintem az egy jó verseny lesz, meg 100 gyors, 200 gyors, ami kiemelkedő lesz. Meg a női számunk ugyanott, eléggé jó mezőny. És mit tudtak elmondani itt a debreceni hangulatról? Jó a Szóval reméljük, hogy ez a mikrofon egyébként vízálló, drága lájkolóink. Arra tudtok mesélni, hogy milyen itt Debrecenben a hangulat? Milyenek itt a vendéglátók? A sportcsarnoknak a hangulata, az itteni önkéntesek? Találkoztatok velük? Pörgős a hangulat, nagyon jó.
nagyon sok emberre nem találkoztam, de nagyon kedvesek, meg jó fejek. Nyomdokos Zsuzsi egy nagy hajrába kezdő! Az utolsó néhány méter van már csak hátra, Nyomdokos Zsuzsára. És itt a magyar bajnok, 2-0-6-tól a második Szilárdi Júliának. Köszönöm, után bronza nyugtáztad a napot. Várhatjuk, hogy Pilén is elindulsz? Hát a világbajnokságon nem hiszem, de egyébként jól esett most így a nap végére, érdekes volt, mert előtte nagyon nem akartam beugrani már a vízbe az 1500 gyors után, úgyhogy ahhoz képest egész jól esett. Az időeredmény az 7 éves tagnál, úgyhogy arra különösebben nem tudok mit mondani, de jól esett az úszás, úgyhogy örülök, hogy bronzérmet tudtam nyerni. Hol tart most a felkészülésetek a világbajnokságra? Hát ugye túl vagyunk már két meleg égővi edzőtáboron, voltunk Floridában és Tájföldön, illetve évelején még voltunk Hódmezővásárhelyen is két hetet, és hát fogunk még menni kétszer Hódmezővásárhelyre, úgyhogy még van előttünk bőven felkészülés és edzőtáborok, és hát most ugye az országos bajnokság után lesz 2 nap, amikor kapok egy kis pihenőt, és utána folytatjuk tovább a munkát, úgyhogy most jön újra egy hosszabb alapozó időszak, ahol gyűjtjük a kilométereket, és utána megyünk ugye edzőtáborokból is. Időeredmények szempontjából mi a cél a világbajnokságig? Hát addig ugye itt az országos bajnokságon szeretnék minél közelebb úszni a tavalyi londoni Európa bajnokságon úszott idejeimhez. Úgyhogy most az a cél, utána pedig világbajnokságig pedig igazából már csak egy római versenyen fogok elindulni, de azon sem biztos, hogy úszok majd 800-on és 1500-on, úgyhogy az már más tészta, és a világbajnokságon meg majd szeretném a legjobb rémát megúszni. Ez miben nyilvánulhat meg érmek tekintetében és helyezések tekintetében? Én úgy gondolom, hogy reális az, hogyha mind a három számban meg tudom úszni a legjobbamat, akkor az mind a három számban én szerintem egy érmet jelent, de hát ez nyilván a mezőnytől fog függni, úgyhogy ezt nem lehet így előre megmondani, de hogyha meg tudom úszni a legjobbamat, én azzal elégedett vagyok. Hazai VB, hazai közönség, mit indít ezzel benned? Hát fantasztikus lesz szerintem, én már nagyon várom, és hát főleg amiatt, mert ott lehetnek ugye a családom, a rokonok, a barátaim, és hát ugye ilyen még nem volt, hogy itthoni világbajnokság, és hogy ott van mindenki a lelátón, és drukkol nekem, remélem, de tényleg biztos vagyok benne, hogy nagyon sok energiát fogok kapni a lelátóról, és rajtuk nem fog múlni azt, hogy jól fogok úszni. Itt van most a születésnapod, de említetted a családot is. Mit üzennél anyák napjára édesanyádnak? Hú, hát az még odébb van, de hát természetesen azt, hogy nagyon szeretem, és hogy köszönök neki mindent, és hát nélküle nem lennék itt. Nagyon szépen köszönjük a kedves nézőknek és lájkolóknak, hogy velünk tartottatok itt a Finának a hivatalos Facebook oldalán. Ez volt az országos bajnokság első napja. Holnap természetesen folytatjuk. Szűcs Gergely voltam, köszönjük, hogy velünk tartottatok.